A történet szerint von Koltitz tábornok, akit Starenki Pál alakít, azt a parancsot kapja Adolf Hitlertől, hogy pusztítsa el Párizst. Mint ahogy ő el is pusztította előtte Szevasztopolt, ő az úgynevezett felperzselt föld taktikájának volt a mester, ez a Dietrich Koltitz nevezetű német ember, és ezért is bízta meg őt Hitler annak idején, 44. augusztusában, hogy ugyanezt tegye meg Párizsdal is. És hogyha nincs egy Raoul Nordling nevezetű svéd diplomata, akkor bizony Párizst elpusztítják. És ez is valós történet, amiről nagyon keveset tudunk, viszont nagyon fontos. Ezért is a diplomácia a címe, ami arról szól, legalábbis számomra mindenféleképpen, hogy, és most különösen aktuális sajnos háború van, hogy a diplomácia azzal kellene foglalkozni, és nem az emberek gyilkolásával. A diplomácia rengethetetlenül fontos. Ha nincs ez a Raoul Nordling nevezetű úr, aki svéd diplomata volt, és megkereste a Koltitz tábornokot, akkor lehet, hogy Párizs sincs. Az, hogy pontosan ő milyen volt, azt én nem tudhatom, amennyit anyagot fel lehetett találni, vagy meg lehetett találni, azoknak utána jártam, de igazándiból ez a Koltitz, ez Starenki Pál. Tehát nyilván egyfajta szűrőn átment a dolog, és hát ebben nagyon-nagyon nagy segítségemre volt kitűnő színészpartnerem, Alföldi Robi. Gyakorlatilag mi ketten csatázunk, és a mi kettünk szellemi párviadaláról szól ez a történet. Ahogy a Robi vérmérséklete, és ahogy az én vérmérsékletem adja, illetve ahogy a darab követeli ezt a történet megvalósításában. Nem mentem fel Kolticot, bár őt végül is felmentették, meg megkapta a becsületrendet is. És aztán csak 2 vagy 3 évet ült, éppen ezért, mert nem pusztította el Párizst, de azért ő 30 ezer zsidót is kinyírt, Szevasztopolt is a földig rombolta, tehát őt én egy háborús bűnösnek tartom egyik oldalról. Másik oldalról meg mégiscsak egy régi katona családban nevelkedett ember, aki ilyen értelemben értelmisége vagy humanista, mégiscsak lehetett az észérvekkel hatni rá, mint ahogy a Nordling nagykövet úr tudott is ráhatni, és ez megint fontos, hogy ne veszítsük el a józan eszünket. Igenis, mindig a párbeszéd a legfontosabb, a kommunikáció, a diplomácia. Maga teljesen hülyének nézek el! Ha megengedi, erre a kérdésre. A svéd diplomatát Raoul Nordlingot alakító Alföldi Robert nem csak színészként, hanem rendezőként is ismert. Mint elmondta, amikor szerepet választ, mindig színészként gondolkodik, soha nem rendezőként. Ha rendezők, akkor én tudom a legtöbbet, amikor elkezdünk dolgozni. Ha színészek, akkor én tudom a legkevesebbet. És aztán ez így megfordul a próbaidőszak végére. De egyáltalán nem ugyanazt a típusú agyat, és nem ugyanazt a típusú munkát kéri egyik sem. Vagy nem ugyanazt kéri mind a kettő. Tehát azért lehet külön választani. Mint ahogy Alföldi Robert fogalmazott, dolgozzon bárhogy, egy a lényeg, hogy az adott darab megszólítsa a közönséget, elnyeri a tetszését. Ezért is fontos szerinte, hogy például a járvány után újra megnyílnak a színházak, mert korábban csak online lehetett előadásokat tartani, amiről Alföldi Robertnek elég markáns véleménye van. Gyűlöltem, nem tartom színháznak a streamelést. Nagyon ellene voltam, és nagyon harcoltam ellene, hogy minél kevesebb legyen. Megöli a lényeget. Jó, fontos volt, hogy túléljünk. Szerintem elsősorban pszichológiailag. De engem például nagyon zavart. Tehát engem nagyon zavart, hogy én most hova játszom. Az üres nézőtérnek játszom, vagy a kamerának játszom. Tehát én nagyon nem szerettem. Az év hátralévő részében Szegeden rendezői feladatok várnak Alföldire, és az idén még több darabban is főszerepet játszik.